Az idei őszi kulturális fesztivál egyik kiemelt programja Tandi Flóra koncertje, ahol Miklós Erika Kossuth Díjas operaénekesnő is fellép majd. Vendégünk a stúdióban Tandi Flóra. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Miért Miklós Erika, ha meghívottad? Miklós Erikát 2009 óta ismerem, amikor is én elmentem egy meghallgatására, és ott olyan szövetség alakult ki közöttünk, ami a mai napig tart, és úgy gondoltam, hogy ez a több mint három év most már bebizonyította azt talán felé is, hogy megérett ez a dolog arra, hogy elhívjam egy koncertemre fellépőnek. Énekeltetek-e már valaha együtt? Nem. Hát énekórákon igen, de hát az nem a színpadot jelenti. Most lesz az első alkalom. Mit hallhat tőletek a közönség? Tőlem egy nagyon komplex műsort szeretném megmutatni, hogy tényleg mi az a stílus, amit én itthon képviselni szeretnék. Erika pedig a tavaly megjelent Másképp című albumáról fog dalokat énekelni. Lesznek-e más vendégek is ezen a koncerten? Lesznek. Zongorán közreműködik Nagy Imre Erik karmester zeneszerző. Énekelni fogok Molnár Gáborral, aki az egész lemezen munkálatai fölött örködik, és Demeter Lászlóval is, aki egy operaénekes barátom. Milyen stílus az, amit képviselni szeretnél Magyarországon? Említetted az előbb, erről beszéljünk egy kicsit többet. Ez a stílus különösen francia nyelvterületen nagyon, nagyon ismert, az a neve, hogy Nouvelle Chanson, és a klasszikus chanson jegyeit ötvözi a mostani könnyű zenével. Ez szerintem nagyon, nagyon emészhető és nagyon igényes zenei műfaj. Hanyadik alkalommal lépsz fel ezen a koncerten? Ide lesz a negyedik koncertem. Miben lesz más ez a koncert az előzőekhez képest? Egyrészt Erika emeli az egész koncertfényét, másrészt pedig ez az első alkalom, hogy teljesen akusztikus hangszerekkel dolgozunk, tehát csak egy zongora, lesz gitárkíséret és harmonika kíséret is. Milyen előadók dalait éneklitek majd? A magyarok közül Zsilda dalaiból válogattam, és saját dalokból. Céline Dion dalok, Lara Fabian dalok, és rengeteg filmzene is tesz az estén. Elsősorban kiket vártok a koncertre? Elsősorban mindenkit, aki szeretne másfél órára kikapcsolódni egy szerda estén, de tényleg nincsen abszolút életkorhoz kötve. A gyerekektől felnőttekig, idősebb korosztály, mindenkit szeretettel várok. Az érdeklődő kedvéért akkor ismételjük meg, vagy mondjuk el, hogy hol lesz pontosan, és mikor ez a koncert? Ez 24-én szerdán este 7 órakor kezdődik az IH rendezvényközpontban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meg kívásunkat. Messzi földről érkeztünk, ezer éve már. Ez a föld, ez az ég lett az én hazám. Csábíthat ezer más, ezer hely a földön. Bárhonnan visszahív, visszahúz egy ösztön. Én bízom benne, hogy rajtad is múlik. Ez a szív, ez a kéz, ez a tűz, ami hajt, őrzi szép hazám. Az a múlt, az a gond, vagy a jó, ami volt, rég nem számít már. Ez a föld, ez az ég, ez az otthonom, vágyaim, álmaim, része vagy te is Magyarország.